sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Hali hali. Elhadd Dara, Teddel, Optival, szokásos szárvennégünk is jön, Dante. Azt mondja, hol a DC, DC?
Itt vagyok teljes egészembe. Haló, haló, van itt valaki? Elnézést, rossz helyen kopogtad. Na, haló, haló. Nem veszünk semmit. Hát, nincsen kötelező a cserkészek pénze. Amikor azt mondjátok, hogy 6-kor kezdtek, olyankor 6-kor ültök a gép elé, vagy mi? Kicsivel előtte. Mert mindig ilyen 15 előtte az első gimátában. Hello! Halli, halli! Szia Dante! Szia Joe! Hello, hello! Ja, akkor kinyom a live-ot, nem szeretem duplán hallani. Ajaj! Mindjárt nézem, MC, mindjárt nézem, hol kell társalgó? Na, halli, halli! Hello! Ja. MC, mi ez? Nem láttam, nem olvastam, csak most látom, és most elég hosszú lenne ezt elolvasni. Ezt le tudod inni pár mondatba? Hogy mi is ez? Ez a Fallout 76-os cuccos? Cuccmák? Cuccli? Na, holnapi napon gondolkodtál már? Igen, szerintem vagy R6 lesz, vagy meg kell beszélni, hogyha elegendő ember. Ha elegendő ember jelzi most nekem a mai adásba, hogy Destinyzzünk, akkor Destiny lesz holnap. Egyébként a Warframe-et biztos, hogy nem fogom nyomni, mert arra olyan információkat kaptam, hogy sokkal több időt kéne rátolni, mint azt, hogy most holnap nyomok egy adást. Az a baj, hogy a Destiny, hogy egy küldetés van egy bolygón, és utána kapsz ilyen fejlődő cuccokat, ami igazából ugyanazon vész végig, mint a főküldetés. Szóval annyi van, hogy van 6 bolygó, mindegyiken van kb. Egy-egy küldetés, és azt tart sokáig, hogy a mellékküldiket csinálod, ami ugyanott visz végig, ami a főküldi. Szóval kicsit unalmas. Akkor marad a derhat. Ennyi. Én nem értem, hogy lehet 100 eurót kérni egy ilyen játékért, egy 20-as se adnák érte. Biztos vannak olyan személyek, akik megadják az árát. Pár, nem tudom, szerintem. Micsoda MC, ezt most Fallout égető, Fallout 76 hír lényege, hogy simán csalható, akár egy TXT-s config és Pocket Tracerrel. Pocket Tracerrel? Ezt most így, konkrétan nem értem azt a Pocket Tracert, hogy az hogy, de TXT-s konfiggal lehet benne csalni. Pocket Tracert én se vágom, hogy az ahogy lehetne. Ez így durva. Cheat engine, készálló. Meg is csináltad? Na. Srácok. A csapat megvan egyelőre, majd annyi, hogy még egy ember lehet, hogy majd csatlakozhat, de jelenleg szerintem maradhatunk így. Én azt javaslom, hogy induljunk el, kezdjünk el játszani. Hajrá, fejeljük meg a start gombot. Oké. Ready-ztem, srácok, ready-ztem. Itt nincsen ready. Micsoda, nincs titkosítva a szerver, kliens kommunikáció és egy ellenfelet megfelelő paket kiküldésével ki lehet TC-zni. Ó, bazd, ne szopas. Az érdekes. Az az. Az mindenféleképpen az. Az felettébb érdekes. Hát ez durva, ez durva. MC!
Még nem fizettem ki a játékot, tehát nincs kizárva, hogy még visszamondhatnám, ha akarnám. Nekem támadt egy ötletem, mert a PUBG-nál is ugyanígy van, hogy nincsen titkos időben. Igen. Igen. Nem értem a lényeget. Hát szerintem ott is lehetne akkor valamit okoskodni. Hmm. Ott biztos valami megvan oldva egyébként. Szerintem a Bethesdánál még... Nem szerintem tudom, értem. A Betulaj már eleve nem engedni a próbálkozást. Bár régen Rainbow Six-ben is lehetett cheat engine-i. A Wireshark használatával... A Wireshark használatával... De az monitorozásra van, az figyelni tudsz vele forgalmat. Ja, az a packet sniffer. Igen. Indul a meccs! Srácok, egy kill-t legalább hoznom kell. Milyen rajta optin kívül hárman vagyunk, meg tudjuk minden körbe ölni, és kényese lesz. Az a legjobb taktik. Ebből? Ja. Ugye nem bomba. Nem bomba. Jóval már rég kivettük a bárítást. Szevasz, Vili! Szia, szia! Ó, Joe, jól elrejtetted. Vigyázzatok pompítve. Hallottam, Kavéra próbálsz pompítani. A izé is. A rúg is. You have been spotted. Valaki üljje már ki azt a szerencsétlen kamerát, köszönöm. Itt ütötték az ablakot. Szia Sozi, szia Vili. Ali, Ali. Meg ne jegyzok. Ne fasz kavére, lent a korán. Egyelőre tiszta, viszont itt van egy kamera. Nagyon boldog vagy. Szólokok, kifut rád. Várjá, megnézem a kis szobát. Vigyázz, van egy mirablak, alatta át tudnak lőni. Konyhás rész tiszta. Szájton a mira nagyon kempel. Szia Batka! Hello! Egy ott kempel. Ez az, lőj el! Hogy belaggoltam? Laggoltál? Aha. A rók az hátul van, hogy tudtam ma. Jaja, hátul van. Nem kapja, érted? Szevasz Proto! Szia Sozi! Szevasztom, szevasztom! Megálltad egy kicsit gránáttal, Dante? Hát nem gondoltam, hogy így rám mész, először gránátozni akartam. Aztán nagyon kijött rád, mert ráfutottál. Micsoda, ja, kis pisztoly nem sebed annyit. Proto, megvetted a gépedet? Micsoda, ott is sírok, az elmúlt 10 percben úgy szóltam egy 400k-t alkatrészekre, mint sose lett volna, most fáj. Proto, igen, ez egy Proto. Mikor kifizeted a gépednek az alkatrészeit, és még nem fogod a kezedbe, addig olyan érzés, mint a tökör rúgtak volna. Csak így, megkaptam az izét. Első fizetésemet, most ízi a papírját, még a holnapin a fizetés. Néztem, 300-et kaptam. De már holnap rendelem a géphez a cuccokat. Amint megjön. Hát ilyen ez a szakma. Én 350-ért veszek gépet.
Az Alditól? Igen. MC, köszi az infót, kösz. Marci, köszönöm szépen a követést. Szevasz Baszka, mindenkinek szép estét, ez biztos fáj neki. Fájt neki, igen, Protónak ez biztos fáj. Tegnap is elszóltam, a monitor megvettem, az meg 230. Mondom, ez úgy működik, hogy mikor megveszed a gép alkatrészeket, és még nem kapod meg, akkor az olyan, mint a tökörrúgás. Nem, nekem az is tökörrúgás, amikor elmegy igazából arra, hogy egy gépházban van minden 400 vagy fél millióért. De utána jó, mert el vagy, csak így hirtelen ennyit elkülteni. Igen, de mikor megveszed az utat és tudod használni, akkor már nem fáj, akkor hát az már tök jó. Csak az első pillanatokban. Hova rakjunk valamit? Ne, baszd meg, kivölök szárva! Áááá! Ne, ilyeneket ne zárjunk be, hát... Az olyan utakat, ahova az ellenfélre rámegyünk, vagy ilyesmi, olyanokat ne zárjunk. Főleg azt, ha mondjuk én kint vagyok, és be akarok két mindetiben meghaltatok, akkor engem blokkolsz ki. Mirának kinyitott a blokkáká? Hihetetlen az a játék. Nem hihetetlen, csak hihetetlen. Persze. Ebben a szobában kempeltem végig. Van Twitch. Telébe lőttem az űrgét! Á, nagyon nullos, fél HP-ja van. Kint van a lépcsőnél. Jó. De mire mély fut ki? Hogy meghalljon. Leütötték kalapáccsal. Kalapáccsal. Ha nem láttad. Végignéztem. Ez nagyon potéka volt. Gyere be! Monitorom, igen, monitorom, amíg kivetően 8 napja is. Ott kúszik a földön, nem? Hallom. Miért nem bekúszott, mert talán? Jobb oldalra bekúszott arra. Dobott. Ah, wow. Nem mentem, addig fák. Ez meg itt... Itt tört jobbra, nem? Jaja. Majd törje. Kúszik befele, nem spotolom inkább. Jó. Benn van a... Fú, mi ez a hely? Adok az egyik kirohasztam, mert az ott. Ennyi. Az utolsó meg itt van. Az utolsó, az meg kint van. MC, én nem vettem RTX-et. Tudok olyanról, aki vett RTX-et, de én nem. Minek? Minek az? Hogy Ark-ba meg ilyen survival játékokba szebb legyen a játék? Nem, hát az RTX az jó dolog, csak nem vettem. Nekem a... Most azt várja, hogy mozduljak meg. Nem hallom, hogy ott van a kötélen. Proto, hogy ne lehetne három monitort rácsattítani a gépre? Szevasz Vortex! Bejött! Vigyázz, ne mozdulj! Ott lesz! Azt hittem nem veszed észre. Fehér volt a sisakja, pont az asztal színe volt, hogy miért a háttérben a fal. Kijön, látod? Ja, elsőnek hátra koncentráltam, azt hittem a hátsó ablakon jött be. De nem ott jött be. Vortex, köszönöm szépen! Szuperül vagyok! A többiek nevében nem tudom beszélni, Joe, szabadságon van pont, és... Na pont be akartam szólni neked, hallod, ne beszélj már nevünkbe.
erre észrevette. Hát hogy látod? De az a videókártyánál láttam... Szabin vagy? Aha. Persze, hallod Proto? Szerintem például az én videókártyáimon szerintem 4 csatlakozó is van. De 3-at simán rá tudnék kötni. Mire? Videókártyára. Ja. Megfelelő átalakítóval én akár egyszer 4-et. Az én is azt mondom, hogy 4-et rá lehetne, de 3-at bőven elég. Ja, én 2-vel is elboldogulok. Hát nekem egy ilyen, már... hagyjatok már, ti millerek. De figyelj Dante, a streamereknek kell egy másodlagos, amin látom. Ott a telefon. Hát... A kis ékületben van. Körülbelül. Vagy Opti mondta. Ah, csak a kezdő streamerek csinálják, hogy telefon. De én nem vagyok streamer. Hopp, már lévittem. Nekem lát itt a secondary monitor, meg a telefon. Akkor Jed... Jed? Akkor Joe az mit? Mert ő egyszerre telefonozik is, és... Ez az expert felhasználás. Srácot. Annyira hangos a játék, hogy miközben beszél a játékban, hogy belezavarodok, mit akarok mondani, boss. Aha, nem lépett Joe. Hát, csak megláttam, hogy kifutott a srác. Aha, elkezdtem volna túrni, csak voltak előtt. Egy kifutott előtt. Négyen voltunk ott, és senki nem lőtt el. Nem mertem. Hol van? Mögötted a kamerát kilőtted? Ott van. Hogy kúszott ki a kis szemét? Szeretem az ilyeneket, mikor Lepa. Tudják, hogy hol indulsz. Hát figyelj, tippelték. Nem, lehet, hogy előző körben is kifutott egy. Hát annyi géme van, annyi géme van casualban, hogy már várja. Barra robbancs be itt, tehát... De az srác nem tudtam nem tudni. Hátba lövik. A fal elektronik. Belemetett elektronik falba. Opti, ott meg egy... hárman voltak ott, hárman ott volt a killed, ott volt a második killed. És hagytad. De legalább van egy kill-je. Az megvan. Azt mondta megvan. Neki minimum egy kell. Így van. Jó, van, hagyjuk az RTX-et, én örülök, Vortex hogy... Vortex tőlem kérdezett, hogy próbáltam meg karral játszani? Karral? Milyen karra? Azért kérdezem én is. Ez jó? Te melyik játékkal játszol? Milyen? Vortex milyen karra? Tehát, hogy... Kontrollerre szerintem arra mondom. Ja, PlayStation kontrollerre R6-ot? Én izét próbáltam, Black Ops 3-at. Igen, Vili, megvan az egy kill. Úgy érzem, challenge accepted. Controller. Na, nem merem. Túl béna vagyok hozzá. Vagy még se? Armor. Bocs, nekem dolgom van. Ennyi? Itt csak ennyit kell berakni? Mi az, hogy a negyedik? Ezeket húzatok, srácok. Van két fal. Ott lehet húzni még, srácok. Gyerünk. Na, mi történt ez? A Steam meghűlt, ezt elkezdte letölteni a PUBG-t. Hallod, ide, ide kéne még egy. De minek? Ez mi? Ez SMG, hogy nem? Nem nagyon. Főleg hibanai, ez nagyon felránk.
sok sikert persze. Basz! Nem mondod. Hogy pont rázumoltam. Megkaptam. Fölött a pajzsom. A Jekyll vízi hacker. Biohazard container securing pod. Egy lövéssel, hello. A Jekyll bekapcsolt a hack hírt. Kettőnket is úgy lőtt el, hogy random futottunk vízénél a falnál, és a srác egyet lőtt érted, és instant headshot. Amikor odaértünk a fához, úgyhogy nem volt kilőve, instant fejbe lőtt minket. Kezdőről. Vili Vili, nem az egész játék kockázta el leszedni, csak a mai update-et. Ja, mert beraktak a Harley Quinn-t, ami egy egész set, sajnos egy egyberuha, nem lehet különben. Akkor most nem is tudsz visszajönni, vagy mi történt vele? Hát visszamenni nem tudok, mivel nincs megsérve. Ki is vagytál, vagy mi? Nyugítad, kifogtunk egy csaló gyereket. Kövi körbe szóval. Majd becsatlakozom. Jó, ezt levazzuk nélküled. Srácok, mindenki készüljön fel, Hoppi, ezt megérjük. A zenébiben van egy csaló. Adjuk már csaló. Mi az, hogy csaló? Honnan vezet a csaló? Mert visszanéztem a deadcam-et, és engem is meg a srácot úgy lőtt le, hogy be volt falazva az egész, és egyet lőtt mindegyettünk, egyszer egy golyóval engem ölt, meg egy golyóval a társamat, úgyhogy nem is volt szétlőve a fal. És tudta, hogy ott vagyunk, instant fejbe lőtt minket, úgyhogy futottunk. Hát a deadcam, a deadcam mutatta, hogy ránk állt a fegyver. Reportold akkor. Na, én már reportoltam. Tuti azért onoltam, mert én voltam az első. Micsoda? Nem, már senki nem találja őket. Hát nem, mert két épület van, és csak egy ember keresi a nagy épületben, még hárman a kicsivel. Na, tessék, megtaláltad. Bár kis épületben két helyen lehet csak a secure, szóval. Már értem, hogy... Jó. Hey, Vili. Ki egy volt az a barom, aki kilőtte azt a fent, amit be tudnék fúzolni? Lehet, hogy valami ütötte ki. Hallod, láttam az ürgét, és ő is meglátott, egyszer meglátok egymást, és a rúg kilőtt engem. Ú, de kaptam. Láttad? Hát igen. Aha. Hát akkogja volt, nem? Nem. Aha. Nem, nem. Szerintem csak annyit látott, hogy sötét lett a lyuk. Szerelem első látás, az volt. Jött a tárgy. Felkeltette magát üdvözlő. Ó, de sokáig tár az a... Kis pisztó is van. Szevasztok! Póstáról végre haza szabadultam. Ó, a póstáról? Te a póstán dolgozol, vagy a póstán kaptál valami cuccot? Na most menj rá arra az ajtóra. Ajtó? Hát ez a piros. No. Invite. Én legalább nem kell megvárni. Ted? Igen. Köszönöm szépen a követést! Ne csoda. Ej. Ja tényleg lehet, hogy kirabolta egyébként a postát. Igen, Sosi. Váltanak kell ebben. Hallott, Ted, lesz két új operátor? Hát, mivel jön a következő szezon? Azért mondom, akkor azok a képen, azok ők.
Milyen képen? Hol? Hát, ott alul itt a hirdetéseknél volt. Ú, nem láttam a képet. Még semmit se tudunk, de annyit mondtak, hogy az egyik operátor olyan lesz, mint S. Olyan robbantós. Szóval akkor olyan lesz, mint S meg Zófia, basszus? Hát minek egy ilyen karakter? Nem tudom. 17-én lesz valami verseny, és elméletileg annak a végén fogják bemutatni, hogy igen, milyen igen, új pálya jön meg. Marokkói, bocsánat, Dávid, szia, hello. Én Monaco mondtam, Dick. Így mindig új operátorok, a új pálya is jön. Csak ne falfúrós legyen, mert attól fal... Lehet az izé lesz, a vasfalat robbant, rálev és bum, berobban a vasfal. Azért az durva lenne. Szerintem Hibanát nem nagyon pikkelnék azután. Senki nem vinné. Hát azért végül is tényleg, mert már a... Hogy nevezik azt a kis izét? A csövest. A csövest. Tudod, aki úgy néz ki, mint a csöves. Csöves. Hát az új karakter. A Kakának gondolsz? Nem új a csapatunkban. Új karakter és úgy néz ki, mint a csöves. Igen. Miért? Hát a kiöldökléssel baszod. Hát a Maverick. Na, az úgy néz ki, mint egy csöves a játékban, ha megnézed. Rozó írta is egyébként a csetre, hogy Maverick. Hát ő érti, csak nem tudom miért kepked mondok, amikor az sehol nem új karakter, az eredeti karakter az játék eleje óta. Dávid azt írja, hogy elméletileg a pálya az Atlasz hegységben lesz. A szép háttér lesz akkor. Így van, Dávid. De azt a kis videót láttátok, amit Twitterre kiraktak az R6-osok? Hogy a bejárati ajtónál van a videó. A pályáról, és tök menő néz ki, ahogy tükröződik minden. A padló, a függönyt, ahogy fújja a szél. Nagyon állat lesz. Igen, ez mondják. A in-game persze jól néz ki. Kurva! Gyere ide, lelőlek, gyere ide! Mi történt? A rohadék fejbe lőtt a saját tárgy. Abba belehaltál volna. Sozi van, egy téloltás. Csak hogy be tudjam írni, az le kell tabozni. Pont most nincs dokunk, basszus. Protect the biohazard container at all costs. Szívesen. Maestroval rásol a gyerek. Maestroval. A legjobb karakterre a világon. Igen, érted, és ezért jelzikkel jelölöm. Hova rásol? Ja? Oda? Ezt a falat lehet nem kellett volna megerősíteni. Köszönöm követés, köszönöm. Medály. Ott lyukas egyébként, csak szólok. Hallod, nem tudsz valahogy átvinni a dobozon? Itt a doboz sarkán. Próbáld már előni a bokámon. Bokádat. Igen. Na még egyet. És tudod, kirakott volna azért, mert TK. Most már fél HP-m a legalább. Legalább nem egy hit vagy, csak egy is fél. Ez kurvára fölöttünk van, csak szólok. Ha kapunk, nem lesz győz, jó. Figyeljétek azt a drónt, amit kidolgok, vagy azt a kamerát. Dávid, köszi a követés, köszönöm, szevasz. Hoppá, egymás lövik, mi a fene? Pingen egyik lelőtte a másikat. Jó, balra a nagy ajtón fog szerintem jönni. Nagy ajtó senki nincsen, nézd a kamera. Ja, jó, értem, ilyen nagy ajtóra gondolsz. Szerintem onnan fognak jönni. Vagy itt a falon keresztül. Ha már lődik be. Vigyázz, ne nézz ki, Opti! Au. Menj arrébb! Valaki blokkja. Oké, lehet, hogy nem néz ki. Ha
Ahogy benézti, kapjátok nagyon. Te imádom ezt a lukasztós szutykot. Hopp! What? Igen, és amelyik csetet nem akarod látni, az be tudod zárni. Láttátok, mit csinált az a maestro? Nem. Hopp a first time. A rohadt életben. Mit csinált a maestro? Hát sprintelt a fegyverével, ott volt előtt az enemy, azt hitte, hogy a társunk is elfutott mellett, és a társunk, és a gyerek meg lelőtte, ott az ellenfél. Willi, többet kell játszani Fuse-zal. Miért? Mert nem tudom, ezen például most tök jó lett, ha felülről bebombáznak, az így fáj. Amúgy tök menő lenne, jönne egy olyan kempelős karakter, hogy így fel tudja magát húzni a plafonra. Igen, Willi, igen. Ő lenne az első, ki meghalna. A plafont látod meg mindig először. Hát ha benézel és kiütsz egy ajtót, akkor nem először a padlót látod, hanem a plafont. De a plafonon látod. Nincsenek fedezékek, tudod most egy lámpa mögé, lámpa búfe mögé, búfe, vagy hova? Ja. Jó, te vagy leszel a pókember? Egyébként ja, volt egy játékos általi ilyen ötlet, hogy olyan operátort kéne a játékba hozni, hogy kötelet tud kilőni, és így fel tudna menni a kilőtt hatchen, meg ilyenek. Felmászik, meg lerak egy csapdát, és akkor elkapja a... Lent vannak a pinyóban. Így van. Nem tudom, miért jöttem egyébként idebe, de... Nézd, Kopti hova ment? Így van, Dávid. Mit csinál ez a Twitch? Kopti? 10 seconds before insertion. Érdekes. Érdekes? Én nem tudom, hogy jól mondani, mint jó. Hoppa, egy kapta. Új operátor, igen. Ne, egy kapta. Nem, ide is jön Joker, meg Harley Quinn. Igen. Nem értem, miért pont őket rakták be. Amúgy láttam, hallod, ingyenes Ted, ingyenes a haj, meg az arc, meg az ilyen változtatás. Mert csak az kerül BP-be, ha fiúról csajra vágod. Igen? Na, igen. Az jó dolog viszont. A színváltoztatás egy minden ingyenes. Az egy jó dolog. Végre valami értelmeset is berakta. Viszont a Harley-t meg a Joker-t elfogadnám. Nagyon bénán néznek ki amúgy. De, érted. Én azt hittem jobban fog kinézni. Azért adni. Látok, én már bent vagyok. Ki az utolsó karakter itt? No. Mire az utolsó karakter? Hát de jó lett volna innen valahonnan berobbantani. Maradj egy jó. Resume securing the container once the threat is neutralized. Jó, megjött a reflexed. Muszáj. Tegnap rendeltem. Már kezd alakulni. Azt hittem nem lövöd el. Én is. Asztal mögött lesz valószínű. Belementi az LA-nak a izébe, menj feljébe, rá fog húzni. Leviszek egy drónt, jó? Ne menj ki Joe, hagyj vigyél a drónt. Az LA blokkban van. Meg. Ja, meg jobbra a kis szoba. LA blokk és kis szoba. Mira blokk, mire LA blokk? Hát, LA, mira? Aztán mögött is van egy. Jó, az meghalt, oké, szép pont. Egyet kilőttem. És jobb oldalt lesz a mira ablak, ott van, ott a luk, nézd. Ott van, az ki van lőve, figyelj oda rá.
felébe. Ott jobbra, jobbra! Jó, nincs bent senki, nincs bent senki. Megnyertük. Ennyi. Ez jó érzés. Húzzatok vele, nézze! Micsoda? Van egy killem, húzzatok vele! Van jó érzés, hogy mi vagyunk az alján? Nagyon jó érzés, hallod? Ugye, ugye? Nekünk főleg kéne 0-0-0-as húzni, és a két OP játékos kell, de még OP baknak. Nem tudom, mit hozzá. Mi OP játékos, mint Opti, vagy mi? Nem kell hallgatózni mindig, na. Érted, kommunikálok Teddel, aztán itt beleszól. Dávid, vagy mi Strawberry, Optima Verti volt. Bizonyos esetekben a Blackbird az jókora. Az ellenfél vérét. Ó. A Joker részte, ő ölt kettőt ebben a körben. Vagy hármat. Nem tudom, én azt nem hallottam, amit írsz. Rozzo, igen, kaptam a nézőktől, a Wolhack-et. Jól működik, eddig jól működik. Na, legalább jó helyet kaptunk. Jó helyet a lúzra. Te húzd be a hatchet, légy szépen. Igen, srácok, egyébként én nem játszok. Ne, Opti, ne! Kösz. Mi van? Ezt lehúzd fel a szokalat, légy szépen. Mert ott szeretnék kifigyelni. Akkor húzom itt a másikat, ezt. Oké. Okay. Hol a drónod? De kéne még mellé valami. Egy reinforce. Ez egy reinforce. Dante! Én kaptam ezt a falat? Menjél innen, Ted, menjél innen. Bár. Kiszedtem. Tűztóbori, köszönöm szemekedet. Jöjjön egészet. Hallott, kiukasztottam volna, van nálam impact. De az túl nagy luk lesz, így is túl nagyot csináltam, basszus. Van egy kis gond. Nagyon bezártátok itt a falat, és nem tudunk... Be leszünk szorítva. Jönnek. Ne egy mondta. Oldalt nézzünk. A lépcső fölötti fal ki van ütve. Az a baj, hogy... A hatchet meg most hegesztik. Égetik. Átjött rajta egy gránát, értettem. Baj van, csak én vagyok bent a szájtón. Na szólok, ha jönnek lépcsőn. Hatchet hegeztem. De... Honnan lő el? Ja, bár... Bent volt. Ajaj. Lépcső. Hallod? Egy méter bejött. Összelőttünk, mint az állat, és miért tőlőtt le engem, és én miért nem? Kettő van a lépcsőnél, három. Jézuska. Jó. Ez... Te vagyok állva. Beszorultam. Az a csávó irányította a fegyverét, mint az állat. Úgy jó sokat kibírtam. Úgy fejbelő. Rád a fejemre. Na jó van. Van egy killem, ez a lényeg. Mosógép bug. Milyen mosógép bugra gondol? Ez már túl jó ment a PUBG, nem élem most. Köszönöm szépen a követést. Ugye Strawberry? Érdekes események. De most már ideje lenne nyerni. Hogy ezzel futottam? Amúgy ilyen velem is volt, csak én szemszögemből szétdaráltam. Szia Zozi, hello. Vili senki nem látta, nem tud bizonyítani. De igen, de Vili, egyébként ez tök érdekes volt, mert én daráltam, mint az állat a testét lőttem. Az űrge pedig így járt a fegyver, ha megnéztétek. Érdekes. Tehát össze-vissza lőtt. Lent vannak. Tele. Ja, és van egy Mewtwo-k.
De jó. Hello. Ez mi ez a mi hút? Ezt láttad, mit csinál? Hello, nem vissza! Szállj. Pedig majdnem bejutottam a lyukba. Ó. Oh. Jó. Van egy mira! Ugyanazt hozták, mint előző körben, nem? Nem, most van egy utolsó meg egy izé lesz. Ne menj le! Lopják a kamerát. Bocsi. El ne fuss. Ó, szerom. Bocsi, opti, bocsi! Mi történt? Hát előttem a falat. Berobbantsam a izét. Hatchet. Nem én vagyok a fuse most. Ja. Jó, nézd a lépcsőt. Ne, Dante, azt inkább robbancs, fuse kéne inkább oda tolni. De be van húzva. Ja, hogy azt mondja, most nem láttam, nem voltam elég közel. Valahogy Jó, itt tudsz a lépcsőre leküldeni egyet. Itt le tudnál a lépcsőre küldeni, hát ha. Nem hiszem, hogy ott vannak, de... Akkor az és kavéra az utcsó. Bent van a fürdőben, pont a másik oldalt. Ted. Megvan. Oké, okay, engem lelőtt. Én is elmentem keresni, de... Jó, az a célig. Az jó volt pedig, tehát az jó poci. Tudom, csak... Oldalba hallom, hogy jön valaki. Ott tök. Halló! Szép. Hallottam, de azt hittem, hogy... Azt hittem nem lesz újra meg. Újra töltött a gyerek, azért nem ölt meg. Sniper? Milyen sniper, figyelj ezt, Robert. A festett kurva, hány szó szabad? Hát... Midély... Hát ez... Ez egy ilyen? Azt mondta rá, festett kurva. Vidd a fuse-t, Joe. De nem jó erre a pályára a fuse. Túl kevés a hely, ahol betudsz. Vagy egy est. Ja. Már az hát is segítség. Egy helyre lehet a lépcsőn, meg van még olyan, ahol lehet. Lefele nem tudsz. Hát tudom, hogy a felső emeleten ott nincsen hova lehet. Ablak. Ott nincsen, hát annyi, de hát ott melyik ablakba szoktak bujkálni, semmelyikbe. Hát semmelyik. Ez az. Azért mondom, mert a pálya nem jó a mi fuse. Nem mi, de való. A nagy teremben lennének, akkor fuse-a fölötte a... Rankeden könnyebb a fuse-zal számolni. Mert ott mondjuk amit megnyernek, oda már nem mehetnek. Aztán... Hát, úgy meg igen. Meg ott te választod ki, hogy hova akarsz menni, és hát akkor igen, úgy az a karakter. Így van, így van. Fent vannak. Megint... Second floor. Fent vannak, pont most fent vannak. Robert, milyen sniper-t nézel? Én mindig nem vágom. Van egy... Mind a ketten beszoptuk. Egyre kevesebb nem vannak. Próbáltam felugrani a izé patkára, mert onnan fel lehet menni. Van egy pózzuk. Arra vigyázzunk. Kellett volna egy IQ-t hozni. Tudtuk, hogy lesz. You have this pothead. Vigyázzatok a tornyaltad. Add már be a kamerát! Mit lőttetek be? Ez ki lőtte? Lőtt valaki? Én lőttem ki itt. Hol van itt kamera?
Hol vagy? A... Van az a malom rész ott. Tehát ilyen... Jaj, már kilőtted, jó. Szép! Pulse rip. De csak azért, mert nagyobb botítom. Hol vannak? Alattam? Ja, jó, strawberry. Valaki meghalt? Na, jó, még nem. Vagy valaki megfog. Kirakok egy drónt, hogyha véletlen valaki meghal, akkor tudja nekem nézni, hogy jönnek a hátba. Dan, te fedezel itt, nekem bedrónozzok. Nem ezt akartam. Á, nem tudok, mert... Bent van a izém, jutam a szalja, és nem merek benézni, mert... Menj be! Micsoda? Most menj be! Ilyen nincs, az a gyerek egyfolytában only headshotot lő. Egyébként. Nagy ágy mellett volt az, aki engem lőtt le. Ne posszol. Segít a Twitch hátba elmérzél. Full kamu ez a gyerek! Én mondtam, only headshotot lő. Na? Igen, persze. Ez csal! A utolsó esély, Opti. Ugye ez a falon át tud lőni. Maradj itt, ne menj ki, hát most húzzátok. Aki türelmetlenebb, az megy a másikra, hát. Hát ez full kamu ez a gyerek. Rakj egy clay, menj a bal oldal, és rakj egy claymort itt a bomba elé, hát a befut rád. Bár így hamarabb lelő, mint hogy belefut. Ja. Elszmókolni, az lenne még a viccesebb. Nem látom, hogy a gyerek ki akarna jönni, hanem szólok, ha jön. Bár szerintem ezt így fogjuk folytatni végig. Szia, Molnár Gergőke! Silveres a gyerek, de érdekes, hogy hirtelen mindenkit headshotba lő, amúgy ebbe a körben ölt négyet. Izgalmas. Egyébként nem tudom, hát, hogyha... Egyébként arra van, ott van az ágy környékén, vagy hosszabb? Balról jön. Nem ott szembe a szobában van. Na hát ki tudja, hol van. Nem a szobában. Nem arra van, hanem arra? Igen. Hogyha Dante drónját nézzük, ott balra hátul van egy szekrény keresztbe, attól jobbra van, a fal mögött. Anyád az AFK. Nem kell anyázni. Szevasz Christian, sziasztok srácok! Ők meg fakófoznak, meg itt izéljenek. Hát...
Mutad le őket. Én ráélek. Ő is. Hoppá, már láttam a fejét, már egy pillanatra megmozdult. Kíváncsi vagyok, hogy... De azért remélem, nem fogjátok ezt fél órán keresztül csinálni. Akkor inkább azt mondom, hogy gyújts fel magad, azt hallj meg. 4 perc és tekindulok. Látod, ő el van. Úgy csináld, Opti, hogy van gyújtód, meg smoke-od is, szóval. Ja. Tényleg, ha egy pillanatra kinézed, szerinted fejbelül? Ott volt ha, a feje. Belül. Most nézeget. Nézeget erre be nagyon. Mert ha lenne Optinak reflex, gyors belőne a doboz mögé egy tüzet és mit vagyok? Elég csak, hogyha elélő. Hogyha sarokban van, akkor megél. Egy kicsit. Ja, el kéne találnod a izét. Azt a dob, azt a ágyat, ami előtt van. Ott arra? Igen, igen, egyből kinézel és egy... ott egy szekrény van. Egy szekrény vagy mi a tököm. Próbáld meg, úgyis kempelni fog, nem fog rád menni. De várj, fegyver! És gyorsan, gyorsan kibe! Majd. És... persze! Honnan tudta, hogy mikor jön ki? Ennyi! Döntetlen! Istenem! Az a Claymore! Hát, hogy jó, hogy mondtam, hogy rag le. Hogy kirobbant is rá. Ha hamarabb... gyorsan hátráltam a Claymorehoz. Hallod, ha közelebb raktad volna a bombához, mi nyertünk volna? Szerintem abba Opti belehalt ugyanúgy volna. Ugyanúgy belehalt volna? Szerintem igen, mert már knokkos volt. Azt mondja... Írtam neki, hogy XD noob. Csicska gyerek. Azt nem értettem, hogy nem volt kamera, nem spotoltak, ugye? Szerintem nem tudod spotolni, nem spotolt. Amint kimentél halkan, rohadt halkan, a gyerek instant kijött. Így van, valkőrjük se volt egy saját kamerát. Igen, azért mondom, hogy a gyerek az full V-házik. Ahhoz képest még se látta a Claymore-t. Az hát lehet, de viszont... Igen, de egyébként rám lőtt előtte, kétszer is. Oda lőtt pont elém, tehát valahogy tudta, hogy valaki jöjjön fel és nem forszolja? Menjek. Egy ember jöjjön fel. Igen, egyébként szerintem is csak fogta a szöget. Hát fogta azt a pontot, ahonnan jönnek ennyi. Hát jó, de hogy pont nem akkor fogta, néz ki. Nem mert a kamerával néz ki, csak akkor jött ki, amikor például én mentem ki, vagy éppen kinéztem, akkor nézett ki ő is abban a pillanatban, és már előre darál, ugyanezt eljátszott a Tednél is. Srácok itt hátul, ezt még húzzunk be, Léci. Valaki hozzon még egy reinforce. Hol lenne? Ide valaki. El kéne bújni. Ez nem egy behúzva, valaki jó. Oda még egyet gyorsan. Ezt is bélyekbe kell húzni. Igaza van Antinak. Hú, sok minden nem lehet behúzni. Hopp. Belefutott a melyik közök volt ott. Valakit megláttak és belefutott. Szólok, ha jön. Ott vannak, mint... Ne spotoljatok. Hát egyszer muszáj spotolni, mert most... Egyszer. Ide... De most akár, amúgy lukat vágtak a falra ott fent, a idejénél, a placnál. Ja, látom. Ott a lyuk. Szép. Aha, ha valaki amennyi. Benéz a lyukon... Ketten voltak a lukon, luknál, úgyhogy... Ott mögint bejövök a drónnal. Úúú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 ú Ez a Maverick volt, ő csinálta a lyukat. De szép volt. Csak annyi, hogy vigyázz, mert távolabb van egy picit egyébként.
Az a lényeg, hogy lenni. Tudja, hogy itt van, hogy mi? Ja, hallod? Ez egy rohadt VH-s ez a gyerek. Igen, felismerte valaki, nehogy meglepetés. Optinál nagyon nyilvánvaló lett volna. Mi lett volna nyilvánvaló? Vigyázz, ott a lyuk a falon. Lyuk a falon, Joe. Ott fent a placon, nem mögötted. És kilövi. A szemét disznaj. Mivel látta, hogy hol van a izéd, a jokáj? Ezek szerint. Mozogtál vele, vagy mi? Hát körbe-körbe néztem csak. Feküdj! Bazd meg! One friendly remaining. Rip. Hallod? Én nem értem. Az első öt körbe semmit nem csinál a gyerek. Prevent further access to the biohazard container. Biohazard container securing pause. Vigyázz, mert átlövi, átlövi, vigyázz. Majd szemét anyámat már. Hú, szia Robi, hello, hello. Strawberry is azt írja, hogy cheat-el a gyerek. Hát az első öt körben a gyerek nem csinált semmit. Érted? Négyet ölt az utolsó két körben. Nem baj, hetet öltem. Yes! Robi... Értem. Hallod, én... Tudod, kinek adja be azt amúgy? Hát öt kör alatt kevesebbet csinált, mint két kör alatt. Hát majdnem mind a két körben leészelt egyedül a gyerek. Only fejre lőtt egyébként, mert... Hát, ahogy engem lelőtt... Engem lelőtt, egyből elrántott már Joe-ra is egyébként, és ő Joe pont mögül lejött be az ablakon. De nincsen baj, se játszok, hát most figyelj, vannak, lehet, hogy csak profib volt, aztán ennyi, nem, most majd nem szerencséje volt. Profib, ezt mondjuk, hogy az első két kört 2-0-ra vezettünk, utána kapcsolta be a VH-ját. Az első két körben semmit nem csinált a gyerek. Hát a Joe-nál is érted, ott egyébként feküdt. Egyébként meg az teljesen így van, hogyha VH-zott volna ott, amikor feküdtünk mind a ketten, vagyis hogy én feküdtem, a csávó meg nem tudom mit csinált, akkor ha ott kilő engem úgymond a falon keresztül, akkor az nagyon feltűnő lett volna, hogy VH-zik. Hát próbálta azért. De helyett csak annyit csinált, hogy akkor jött elő, amikor te kijöttél, mert mondom, hát a Tedet meg engem úgy lőtt ki, hogy a gyerek addig nem jött ki, míg mi ki nem néztünk, és akkor instant már darával lőtt azt a pontot. Egyébként meg medálynak igazava, hogy az elég gáz, hogyha egyébként VH-val kikapnak, tehát... Hát kikaptak, mert egy emberre kevesebben voltak. Jó, igazából mi is egy emberre kevesebben voltunk. Most is egyre kevesebben leszünk, ez kurva jó. Mert az előzőben az elsőnk az igazából semmit nem csinált, csak mi öltünk négyen, és neki valami 3, 4, 5 asszisztja volt, talán is ennyi. Aha, tehát innen is kilépett egy ember, meg onnan is, és... Ja, jó, kapunk. De az enemiben nincsen diamondos, amiért kiléphettek volna. Akkor szoktak kilépni nagyon. Az enemiben diamond player van. Langeri, szevasz, szia, szia! Amúgy a hackerek is tudnak veszíteni, mert vannak olyanok, akik próbálják leplezni, ezáltal saját magukat is szivatják vele. Meg attól, hogy van hacked, nem azt jelenti, hogy tudsz is játszani. Hát ebben azok cheatelnek, akik nem tudnak játszani. Ja. Vagy akiknek ez a fan, bár nem tudom, abban mi a vicces, hogy... Hát egy elég. Segítségével tök jól Lizzy szerepel. Gyorsabban szerzed a pénzt. Igen, de úgy unalmas is a játék, nem? Érted? De... nem tudtam elni, mert Joe támogatott. Nem megy. Ezt valaki húzza fel, itt szét. Ezt. Ó, Loki van, azt is fel kéne húzni szerint. Meg az. Kilőttétek is, srácok? Srácok, Robin. Itt is be kéne húzni ezt a részt, meg ott is. Három reinforced, hogy biztosan kéne. Hát kéne oda a hash-re is. Hát, az a egy emberre kevesebb. Igen, az a hash az fontos lett volna. Egy emberre kevesebb. Robi, felkiáltad ilyen parancsok. Itt ezt a tűbe húzni? Nincsen még két darab reinforce-unk? Nincs.
Jó, fejed fölé vigyázz. Vágom. Hallgatózatok. Mögötted. De VH volt, felrakta a bridge charge-ot, én meg lelőttem. Bazd meg! Törik a falat. Gránát megkorom! Annyira jó kiszámolta, hogy mennyire kire lenne, ha oda mennék és így kidobnék egy gránátot rá. Mi az? Ne... Ábbe nem mentem volna. Nem baj, nem baj, nem baj. De úgy... Hé, most rakott a zsidó. Most ilyet nem mondunk. Szabolcs, köszönöm szépen a követést, köszi! Ó, mi most nézem, ott van egy parancs, amit ki kéne venni. Mm-hmm. Ja, egyébként igaz, a Ubisoft elég jól kezdeni tényleg a csalókat. Ebben igaza van. Engedik, hogy csaljon. Ja, mi? De nem, az más tényleg... kategóriás játék, egy GTA 5. Én azért nem hasonlítanám egy ilyenhez. Na jó, de a PUBG-ban meg sokkal több van például. Azért ott is rendesen bannolják az akuntokat. Persze, de ott azért én még emlékszem, milyen csalókkal találkoztam. Hát én is találkoztam olyan, aki beszállt az autóba, elrepült és az autót hozzánk vágta, szóval... Mi jobbat láttunk Optival. Annál, hallod, fel van véve teleporral, hogy a gyerek beszállt a kocsiba a hegyen 1000 méterre, felrepült a levegőbe, kurva magas, sejtettek azt tudtuk észre, hogy a fejünkre esett. Ennél te viccesebb csalót láttál? Hát igen, fent az égből szedezt ki mindenkit. Hát abban mi a vicces, hogy áll és lesz elő. Hát itt legalább valami viccesen csinált közben, autó volt, hozzánk vágott. Robi, nem vagyok grafikus, nem tudok karaktert csinálni. De igen, az konkrétan úgy nézett ki, hogy George Poole-nál álltunk a izé, fent a panel tetején, és azt látjuk, hogy lövik az embereket. Hát jó, hát lőjék őket, hát úgy halnak, mint aztán, de ugyanaz az ember megölt, vagy 30 emberkét. És így gyanús volt egy idő után, és azt látjuk, hogy aztán tette, kaptál először lövést. Aha, aztán nem tudtam, hogy honnan. Valamelyikünk kapott egy lövést, és így, mi a szar, honnan? És akkor igen, én kaptam először a fejest, aztán szóval izé klokkolódtam csak, és ahogy odajöttem, hogy felszedjél, felnéztél az égre, és konkrétan látod, ott repül a csába, és pisztolyan kaptad te is. Ja, sajnos még nem volt akkor stream, hogy meg tudjam örökíteni. Én már streameltem. Sajnos én nem még. Bazd meg! A buzi... bazd meg, kijött az ürge. Hopp, kilőttem a saját bridge charge-omat, gratulál. Vigyázz, mert itt kijött az ürge és úgy lőtt le minket. Ablakból jött ki? Aha. Szerintem igen. Gyere ki, tesó. Szépen így nézegetünk befelé, egyszer csak így... Mindegy. Ja, meg várjál, Ted! Emlékszel arra, amikor... What the hell? Ezt nem látta senki. Én láttam. De volt olyan, lent voltunk a Military szigeten konkrétan, és egy szikla mellett... Úúú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 
Srácok, ez ilyen teljes kivégzés a csapatnak? Ez a kül. Jaj, hát... Mesélj tovább, nyugodtan. Na azt akartam csak mesélni, úgy nézett ki a dolog, lent voltunk Militarinál a szigeten, lent voltunk annak is a déli részén, a sziklaknál, és az egyik szikla mellett azt látjuk Teddel, hogy egy csávó fut felénk. És konkrétan mire rálőttünk volna, addig kétszer körbefutotta a sziklát meg minket, és utána meg is ölt minket. Ja, hát nekem olyan volt, hogy a srácok mentek motorral, és mi olyan 500 méterre voltunk tőle, egyszer csak megálltak a domb tetején, kiszálltak, úgyhogy nem is felénk néztek, rántott egyet a fegyver ránk, egy hit engem, egy hit tesómat, és úgyhogy ilyen lombon, még minden keresztül a deathcam. A streamben történt. Igen? Ja, de egyébként ha valaki... Igen. Még a YouTube-os folyamatosan... Én nem arra gondoltam, de az is vicces volt. Mikor még a YouTube-on kezdtem ezt streamelni, ott például van rögzítve egy olyan videó, ahol konkrétan bent vagyunk egy házban, nézek ki az ablakon, és a csávó ott lett le a végem. Hát mondom, volt az, amit a Ted mondott, szerintem, hogy autóval megyünk, és a gyerek arra lombon állt, mind a háromukat megölt a végén, meg nem tudott lőni a hekkel, érted minket, meg autóval küldött. De a gyereket elment, nem tudsz ellőni. Kibannolták már azt a gyereket. Igen? Na ugye írtam supportnak, elküldtem a videót is, amit csináltam róla. Igen? És két-hétre ráírtak vissza, hogy megkapta a büntetését. Na, végre valamit csinálnak. Bár ki tudja. Én is tudok olyan e-mailt írni, hogy megkaptam. Hát azért bűntetés. Akkor inkább a viszont egy ilyen hazugságban. Honnan na, végre magukat ölik. Ja. Optinak van egy killer. Opti. Érdekel, meg nincs el, tudjad el magad. Hát mert... Opti igen? Csar. Honnan a viharból? Nem is láttam halt, a tűnjét. Nem csar. A halt, az egyiket lesebeztem, a másikat meg is öltem. Ne, hallod, mellém lőtt, láttam a tetkemen, látszik, hogy mellettem csapódott a golyó. És meghaltam. Úgyis jó. Igen. Nem volt ott senki. Ott nagyon béna voltam most az előbb, hogyha rendes előbb két killem lett volna. Best camera ever. Joe, a másik ajtón láttam, hogy ott akar bejönni az ürge. Ott, ahol itt a melletted jobbra van egy emberke. Ott, ahol Ted van, bocs, akkor Ted már figyelik. Kilaktasd meg magad. Mirá, gyere, add be kopánat. Az az egy van már csak hátra, nem? Igen. Várjál, jelzek neked! Ennyi! Átmenne a másik fejre, azt a fejre rántás figyel. Vili, az a baj nem vigasztal. Szép. Oké, Robi. Alma 2 csalásokra tudnék beszélni. Igen, ott is voltak ám érdekes dolgok. Nekem a PUBG-ban még mindig az a cheat tetszik a legjobb, amikor így megnyújtja a kezét, és csak a fegyverrel megy a pályán. Én olyat még nem láttam. Volt olyan, de már... Mivel szűri ugye a betudál, így érteni, mert nincs. Ja, a gagyikat kiszűrték. Hát... Szevasz Milán, szia! Elmegy a fegyverrel a pálya másik végére, még a hülye is látja, hogy honnan lőtte le, amiközben a karaktere nem is ott volt. Mert ebben a játékban is próbáltak hackelni a Dugián, emlékszel, a Pisti lelőtte a láthatatlan kavérát, akinek csak a fegyvere látszott. Ja, az bug is lehetett egyébként, mert volt igen. Olyan, hogy be lehet bugoltatni, és akkor invisible. Hát azért is bon jár, ha bebugoltatod a karakter. Persze, az ugyanúgy csalás. Igen. Buki használás. Viszont azt tudod, hogy lehet, vagy nem tudom, tudod-e, hogy csinálták, hogy láthatatlan legyen a karakter. Nem. Amikor a... Good work.
karakter választóban utolsó szetnél villan egyet a visszaszámláló, akkor választott operátor. Valami bug miatt láthatatlan lett. De már szerintem kijavították. Nem, nem voltam, csak láttam. Tehát armában nem voltam admin, csak... Admin? Csak láttam ilyeneket. Hol van? Mondd, hogy kamerát lőttél. Igen. Hopp, valami Team Gadgetet kirobbantottam. Menj már a faszomba! Hogy elbénál, esküszöm, ne arra gondoljatok, ezt most figyeljük, ne hol tesznék, ha úgy elbénáztam, mint az állat. Honnan lőtt le? Egyszer nem számoltam rá, hogy itt lehet az űrge egyszerűen. Ez egyszer... Haló, fejbe lőttem a tagot. Nagyon rástresszeltem, hogy hogy lehet ott. Mennyit kell még belelőni? Egyébként legfelső emeleten a lépcsőnél van, csak szólok. Hostile activity neutralized. Ott volt. Az a baj, hogy a pulszban már egy headshotot, meg egy teli testest lőttem, és nem hont be. Szép, van még egy... Halt egy, még van egy. Dante alattad. Ott láttam utoljára. Reloading. Drónozok. A csávon is meglepődött, persze, mind a ketten. De nem számolt arra, hogy valami... Bassza meg! Ne robbantja azt a szart is. Van remény, ha meg utoljára. Ajj! Feljött hozzám. A füst miatt nem láttam, de ő látott engem. Pedig ott HP-klás, ő jó lett volna. Pedig láthatod, hogy bevérzett az arca? Igen. Beálltál egyenesbe, azt vágod. Még a fegyver is a nyakadban volt. Alibit kéne venni. Igen. Vidi... Na, ott 34. Ja, vesztettünk. Ja, nem. Semmi. Vili, egyébként tiszta vagyok ezzel, tehát ezzel nincsen semmi gond, hogy... Igen, hát most erre figyelj, ráparáztam erre a dologra, mert egyszer nem készültem fel arra, hogy itt lehet bárki is rajtam kívül. Azt hittem, hogy szépen feljövök és meglepem minden őket. Na, hát ez... Pingeltünk, hogy ketten voltak fent, pirossal is, az meg a drone spot volt a... Egyébként, amit mi Dave vagy nem tudom... Amit ír a alibis klónos esetet, hogyha egy tapasztaltabb játékos jön ellened, simán kiszúrja, hogy az nem egy prizma. Hogyha ott állsz. Miért nem figyeltem?
Hát írta, hogy beleállt a krón helyére, és akkor sokszor megszívták. Igen, igen, igen. De egyébként, hogyha egy tapasztaltabb szem néz rá arra a krónra, egyből ki lehet szólni, hogy az nem olyan. Én a kamera miatt lőttem, utána hirtelen megláttam, aztán így reflexből robbantottam köbőre. Másik meg az, hogy a glaznak az meg egyértelmű, hogy látja, hogy igaz-e vagy sem, ja. Messziről is. Hát én még lehet, hogy még most sem tudnám felismerni, hogy melyik a klón és melyik nem. Hát leginkább ott lehet nézni, hogy a fegyverét, ha megnézed, hogyha úgy jön a karakter, hogy hoz rajta szkópot, mert ugye a klónokon nincs szkóp. Nem fogod meglátni azt. Ha most te meglátod, hamarabbra kezded előni, mint hogy te a szkópot nézegeted. Ki tudja, meg egy kicsit azért mozog, tudod. A furcsa beállások, jó, de amikor kilőhet... Elitán teszi a... Mi? Hát oké. Okay, semmi, csak köszöntem Elite Hunternek. Egyébként úgy lenne viccesebb ez az alibi, ja. Hogyha... Hallod, Elite Hunterre azt hittem, hogy azt mondja, hogy hello Dante, szia. Hogy mert tudod, hogy elég volt, és akkor menj el. Milán csillagos volt a badge-el, mikor legelőször bejöttél, az hogy? Csillagos? Mi hát az csillagos? Hát tudod, hogy a csillagot mutatja az izé helyet. Nem töltött be neki, lehet, hogy torrentezi. Micsoda? Vagy a kecske fordul háttérbe? Jó, írod. Én is ezt mondom, hogy egy kis alapmozgása van. Meg persze nem biztos, hogy ugyanúgy egyenesen néz, mert egy picit lentem néz, már a fején is látszik. Bár... elsőnök lehet, hogy rálép. Én általában, hogyha meglátom, reflejtől már rálövök. Gyere be! Eljöttem. Hopp, kamera. Elit Hunter, Dante, Joe és Ted van itt rajtam kívül. De azt mondja, a keverése. Persze. Pancakes. Palacsinta meg... megeve. Átlőtt a gyerek a vason. LOL. Át lehet lőni a garázson azon a vas izékre? Na jó. Ki van banditta? Kirázta a... tudom. Milyen vason lőtt Willy. Át? Willy, hát, tudom, hogy ki az. Felmész oda emeletre, és akkor vannak azok a rácsok. Azok a fűzén falak. A gyerek átlőtt azon a szemben. Beleléptek mind a két csapdámba. Úgy meg tudom, szóval erről jönnek. Jó, hátba lőtt az egyiket. A másikat is megölte. Van egy Zófia még ott a izénél, a garázsból. A fenébe, hogy nem fér át. Jó, jó játszott a izé, 4 kázat, ami jó. Beloptam neki szegény, pedig lelőhette volna. Azt nem loptad be tőle. De nem a Zófiát, ja. Csak most tudod, azt lelövi hamarabb, és bemegy hátba, simán hátba lövi, és akkor meg lesz volna neki az ész. Úgy értem, én se vettem észre az elén én se vettem egyébként észre, hogy éget a izé Maverick. Az tényleg egyszer-kétszer hallani kell, hogy milyen, mikor éget, és utána az ember újra, de... A test szerveren nagyon hangos volt, rájöttek, hogy hangos, így kántolik a karaktert, ezért leszették a hangját köből. De hogyha már van egy lyuk, onnastól már lehet hallani. Azt, hát, hogy... én nem hallom, én azt sem... Nagyon halk, meg tudod az alapzajok. De az a baj, amikor mögötted fúr ki, és azt se lehet hallani néha. Hát... De megy a háttérben a rádió, meg a televízió, meg ilyenek, érted? És nem lehet hallani, hogy kifúr. Ott akartál valamit mondani, hogy csak belepopáztunk. Most pont. Ja, nem, elmondtam. Ja. De aranyos rossz. A fenőbe. Kilőttek. És Lili? Azok mit csinálnak?
ketten simítják a... Gondoltam, hogy itt vannak, még jó, hogy hibon áthoztam. Ami de megint nem van. Az utolsó pillanatban pedig már... Ki jött ki, és miért? És hol? Persze, tesó. Ugye a hatáti? Ez mit keresi? Felsegítek. Jágernél hallott, pont a követ, elmondom a szitut, de ezt ti nem láthatod, csak a nézők. Teszem fel a izét, a fúzós bombát erre. Pont ahogy így elkezdte feltenni a fúznak a bombáját, abban például kitört az ablakot. Ehhez nincs semmi hozzáfűzni valóm. Elhatták, Kás. Ezek... Nézzem a pontot, várom, nem jön, felmászok, abban a pillanatban kijön, mik ezek a... Ajjaj, felismertek, hogy a jakton velük játszottam. Az előző gémet? Aha, velük játszottuk az előző gémet. Amit vesztettünk? Aha. De jó. Érdekes. Hányan vannak? Hárman írtak, vagy ketten írtak eddig, várjál, mindjárt nézem a neveket. Ketten írtak az a Rana, meg a Pancake. Írta, hogy a jaktról. MC, milyen kis tech hírek? Ez csak téged ismert fel, úgyhogy én játszottam egyedül köbben. Szevasz, Ray, lehozom! Nem tudom, a Hunter vagy valami, csak feltűnő volt neki. Hunter, Elite Hunter! Megvagyunk így, jó vagyunk haverokkal. Be se félnél a társával. Még egy ember még tudna jönni, de nem jó vagyunk így. De ő a társával jön. Hogy látom. Azt nézd, hogy körbelövöm a drón. Ide húzzon valaki mellém egyet? Ne, fent van egy hescsó, csak szólok. Ne húzz fel. Majd egy. Ezt csináltam egy lyukat, vigyázz! Hopp, a srác most nem fogja lehozni nekünk, úgy érzem. Biztos egy benne? Ja. Fölöttünk vannak. Figyeljétek, srácok, én V-jázok. Itt, srácok! Jönnek hátba! Vili! Köszi a 25 csírt! Ujjaj!
Bazd meg! Lyukas a plafon! Rohadt életben! Bent van az utolsó szájtól. Várjá. Hátul van szerintem. Megdobtam egy gúval. Meghalt. Szép volt. Meg ott fejbe dobtam gúval. Itt nyögött egyet, ezt tudtam, hogy ott van. Dante észére egy kis csír. Köszi szépen, Vili. Észemre? Azt írta, Vili. Én észeltem. Igen, Sigmund, szevasz! I don't know. Ja, hogy észeljek, azért csírelt? Gondolom. Majd mindjárt megírja. Remélhetőleg. Bár ebben a gameben... Nem tudom, a srác volt jó az első körben. De azóta semmi. Aha, írja is, hogy észeljen. Ezek ellen nem fogok tudni észelni, előzőben is jól játszotta. Bár az a Rannak az kuki, de... Társ az jól játszik. Melyik a Pancake, aki kigránáltozta magát? Hát de a ja, vagy a névkopi. Mert te meg felrobbantottad magad a tesse. Hát mert 14 HP-val semmi esélyem nem volt 4 ember ellen. Hát... Leugrasz és felkelted magad. Sigmund, hogy? Azon én is röltem volna. Ez a jövő zenéje. Mit néztetek? Mi az, hogy röhögött az egész mondat? Ott hát, hogy mit néztek. De nem láttam. Csak már tovább ment. Függetlenség napját. Ja. A szigetet? Ú, azt ma néztem meg, a rohadt jó filmet. Bent vannak, van egy frostjuk. És fanol a frost, vagy nem tudom. Guggolgatott össze. Nem veled, vagy mi? Hát, így guggolgatott össze-vissza. Nem is? What? Bújjál! Fent lesznek. Fent vannak. Engem átlátok. Nem tudott előni, felmentem és kiszpotoltam a izét. Mert egy kis pisztolya kell szórakválnia. Van egy vigil? Ezt most már tudom. Hát beszívtam, mert rossz vele ment. Most nem jött össze a izé. Pompik. Nem tudta, hogy itt merről jövünk külön. Nem, általában bár nagyjából a vigilek szokták tudni, de ez... A vigilek? A legtöbb, aki vigilel járt, érted? Igen. Olyan furcsa, hogy már nincs ott az az ablak, ott... Érted? Visszaságban. Ide is robbantj be, Opti! Oda! Tesó, azt nem sikerült kilőni. Ne, leestem! Nem tudom, kivel már egyszer. Ó, a sászra segíteni kellett volna. De csak volna. Bakker. Joe! Ezt végignéztem, mit csinálsz te? Jövök. Jövök le, lent vagyok már. Már késő, itt vagyok. Ilyet máskor ne csináljuk. Nem, és nem fekszik le a karakter, ezt nem hiszem el. Nem tudok. Bár ezt meg hát itt nem tudok. Oh. Menj be! Szia, Jussi! 3-0 maradt életben. Tehát alkossál most már valamit. Én? Nincsen drónom. Akkor hallgat hozzá. Oké. Mennyi? Már most végezd a dolgodat, mert... Kérdünk a csapatból. Ó, faszom, megijedtem. A gúba. Na. Ott lehet.
Ott volt, ott már halott. Belelépek még egyben ilyen is. De még hagyod is, hogy még mérgezzen egyet. Mert bármikor rám futhat. Azt sem tudtad mit lőni, bakker, de szerintem ő is. Tudom. Ez jó az a luk. Opti, Opti az nem ütött be. Az viszont headshot volt. Na azé. Robbasd már ki Optinak az ajtót, he. Ja, az Opti. Opti, menj be ott, amit előbb izéltél. Ó, oh, itt van! Meghal! Léci! Opti, menj be! Kint van, kint. Szemben van egy ajtó, onnan jön. Opti. Szemből onnan. Hát jobbról jön. Aha. Szép! Hallod? A szívbajt hozta rám. Kilőtted a muróban ódat? Ha rálőttem a gyerekre, vágod? És berobbant? Hát, ja, az itt kevés HP-je maradt így szerintem. Nézd az epic beállásomat. Nyertünk. Lehoztam. Miről beszélsz, a végén előzti meg? Na. Én hoztam, de miről beszélsz? Hagytuk, hogy legyen esélye, tudod? Okay. Ja, hogy két killed lett. Hoppá. Így most már el fogjuk várni a kettőt. Tehát van, na nézzük, 36%. Én 15-re megkaptam. A semmi, 8 és fél. Én 15-re megkaptam. Nem adta meg 36-ra. Hagyj is ki az alfa packet. Ez hát opti pedig ezt már buktad. Viszont én elugrok addig egy bizonyos helyre, pillanat is jövök. Jó, mindjárt mondod, megállítom. Én nem mondod ki, mint Opti, hogy pisilni. Szomorú. Opti. Megállítottam. Ne rosszalkodj. Megállítottam. Legyen már vége a hétnek, még 3 nap van öcsém, most melóban. Egy PUBG-ban sincs hétem, igen. Igen, MC. Pedig PUBG-zni csak hetente egyszer szoktam, vagy max 2-szer. Szomorú. Ez nagyon szomorú. Mehet közben. És összesen nincs ennyi killem. Innentől fogva rúkozni fogok csak. Lőjenek le, megszokták csinálni, Ray. Hogy lelövünk? Hát nem, ti, hanem úgy az ellenfél. Ja, azt hittem, hogy lőjünk le téged, azt akarja. Na most felnyomom 30 wattra, Joe. Na mi lesz, szóta? Nem tudunk? Mehetünk? Én mondtam, hogy lehet. Ezt a Poppy Day Challenge-et meg kéne csinálni egyébként. A srácok azt írja a Ray, hogy team kill legyen. Hogyha bekerülünk Heleforra, azt mindenképp meg kell nyerni. Az egy osztálya. Na nézzük. Ja, az a két új karakter lesz, ahogy nézem a képet. Azért mondom. SMG kört kéne menni, azt mondod? A legtöbb védőnek SMG-je van amúgy. Opti! Megharagudnál, hogyha Ray-nek a küldetését elfogadnám? Hogy kapsz cheert, ha lelövöd a társunkat? Attól függ, ha nem. Kapsz cheert, ha cheert kapsz, érted, de legalább 100-nál többet, akkor azt mondom, csinálja. Na, de hogyha viszont ez ingyen, akkor nem játszunk. De ha engem lősz le, én tuti kinyírlak a következő 3 körben. Nem az volt a feladat, hogy akkor valakit, hanem Optit. Hát ő senki, úgy érted akkor? Dávid, benne vagyok egyébként arra, hogy rankedezzünk, de azt nem most, hanem akkor jövő héten rankedezzünk. És ez csak akkor, ha full csapat van, Dávid lenne az ötödik, De Ray úgy nem játszunk. Játszani is tud, mert ti akartatok úgy, hogy itt volt garázs, és én mondom, azt be nem vállalom. Ja, garázsban nem. Se Willivel. Willi nagyon jó fej vagy, de veled se. Már örülök neki annak, hogy Joe is kezd beleérezni, mert felé okay. Nélkül a reflex. Dávid,
Hát tehát ugye ebben a játékban az kell egyébként. Igen, ide nagyon kell a reflex. Akkor szeretném jelezni, Dante, Joe, Ted és Dávid, jövő héten készüljük, mert jövő héten lesz egy rankedes napunk. Nem holnap? Holnap nem ér a Dávid. Nem holnap, jövő héten. Addig a hatszor megunom a rainbow-t. Fú, de rossz helyen vagyunk. Én nem mindenki menjen ki szerintem. Hát figyelj, egy jó ötletem van. Nincs hát fölött? Legalább annyi a kicsit. Nyugi, megyek ki. Kell valakinek ablak, hogy most szóljon. Most hallgasson mindenökre. Akkor nem kap senki ablakot. Lefogjuk fentről a ablakokat? Az egyik ablakot eltorlászol a kicsitől, ha el lehet. Van Twitch. Nem lehet. Kivették azt a... Miért? Nem tudom. Vigyázz, Opti! Meg nem lehet. Vigyázzak? Mire vigyázzak? Már semmi. Tiszta. Az miért volt ott jó neked? Mert belátom az ablakot és ha bejön, lelövöm. Oké, de hogyha viszont téged lő le, akkor egy nyílt telep vagyok. Hát ja. Van egy Monty. Nem mozogjatok? Istenem, fejbe lősz, persze. Te személyt! Dugd a... de kár, a gyerek... Ott ment el. Ted, figyelj fentről, léci! Itt vagyok, nyugi. Fasz meg! Nem tudok felfelé is nézni. Vagy na, oldalra is nézni. Itt van mellettem, kitört az ablakot. Lőd már le, Ted! Hát azért betölthetted volna a kedves fegyveredet. Ott van még. Hátba is. Kár, hogy nem töltötted be a izét, a vektort. Nem néztem, hogy mennyi időm van, azért ugrottam le hirtelen. Ben, lehet, hogy holnap kezdtem összetűn, de ma nem szeretnék. Easy Blitz. Meg kéne vennem egyébként egy csomó másik karaktert is. De mennyi pénzed van? Á, nem tudom még venni. Pont annyi. 11 000, majdnem 12 000. Abból még nem veszek. 15 000 én már tudnék venni. Az a baj, hogy mire én kigyűjtöm a 25 000-et, addigra bejön a két új karakter, és inkább lehet, hogy majd arra gyűjtök. Aha, lehet, hogy az kell. Hát attól függ, mi lesz a képessége, hogyha valami trash lesz, akkor meg se veszem. Van szar karakter? Persze. Ki? Most nem mondom meg neked fejből. Vidi, mondom, holnap benne vagyok egyébként abban, hogy customizünk egy kicsit. Fent vannak. Aha, a armoriba vigyázz, Joe! Szép, Opti. Dante, nem volt szép. De meg lett az objektív. Én nem akkorok, hazudt. Figyeld, oda megyek, és mindenki kívesz pofolna, figyeld. 1, 2, 3, pofán vágom.
Ide jössz, ide is benézel. Kettő, tízre szeret, igen. Ott meg egy volt. Lenne jó, hogy van egy. Figyelj, ezt mondtam. Bemegyek és mindenki ki lesz fotolva, ennyi. Nem Opti. Aha, még egyszer? Hát, hogyha custom-öt úgy lenne érdemes csinálni, hogyha meg vagyunk fixen 5v5-be. 3v3 is jó, hát. Úgy legalább izgalmas, ha ellenem vagytok. Yeah. Számomra izgalmas, tök izgatott vagyok mindig. Hol a köcsök, Ted? Nálam van egy karakter, tud valaki jönni segíteni? Igen, nálam van egy karakter. Ja. What? Pajzson keresztül beflashelve, hogy szed le a kavéra? Én befejeztem ezt a játékot. Ennyi. Hallod? Nem jön ki a srác, addig még nem töltöm be a fegyvert, érted? Megyek, betöltöm, hogy abba másodpercek jön és fejbe lőt. Volt interrogate. Pont akartam mondani, nekem is ez az utolsó, de úgy hallom, hogy Joe-nak is. Ejjjj. Joe, megy egy PUBG? Folytatod a live-ot? Viccelek. Nincs itt egy átkozott ablak, valahol, hogy ki tudjak menni? De már keresnek téged. Opti, nyom magadra a tüzet, legyen, legyen az a békepipa, szívd el. Füstöt és tüzet. Már lőzed. Nem jössz oda. Lőd-e, nem mered. Lát fognak jönni. Na. Opti, füstöt, aztán tüzet. Opti, nem mer bedesz lenni. Ott a kamera előtted amúgy. Nem arra figyelek, hanem arra, hogy... Vigyázz, jönnek. Két knokkod van. Jön még egy. Hogy egy kék knokkom? Szerintem hát még az a Frost, az még knokkos. Balra. Balra mászott. Pedig lőni akartam. Két kill, nem baj. Match point, 2-2 van. Nem, Ted. Affa. Azért érzélek, hogy mi az a match point, ilyen hamar. Ajajajaj. Ja, lehet, hogy be lehetett volna füstölni. Ja, mindegy, ő is be tudott füstölni. Glass. Vagy be kellett volna tüzelned az ajtót. Ja. Mi? De ott azért hármat elkaptam. Ja. Nekem nem tetszenek az ilyenfajta játék? Egyébként 1v1 volt a végére? Ja. Hát meg... És 2v1 volt, de az egyik az feküdt a tulajdon. Köztek. Mellettem van még egy hely. Tudjátok, mit fogok itt csinálni? Beállok ide az ablakból, kész. Csak nem lőnek meg. Ha meg igen, akkor...
akkor így jártam. Négyen vannak csak amúgy. Vicc az utolsó. Really? Itt van velem szembe. Hozd be! Itt, lőd le! Gyere! Hátba tudom most szedni falon keresztül. Szép. Beblokkolt, nem tudtam elülni. Bocs. Nem baj. Random gyerek előtt a falon áll. Úgyhogy szép volt. Szegény rázta a fejét, hogy ne, ne. Én meg ráztam egyfolytában. A stream nagyon optimális. Micsoda szavak. Hát így ki. Igen, nagyon optimális a stream. Krumpli. Kawaii krumpli. Jó. Jó. Így van, itt fő az optimizmus. Mindig arra számoljatok, mindig arra kell számolni, hogy többet ölök, mint az előző körbe. Jó, holnap azt teszek. Holnap azt teszek. Kritikai csalódás. Az. Miért lenne az? Az, hogy Optinak van 3 tíze? És 2 tíze vezetek? Mi a fene mennyi? Na, van egy szitok, azt hisz. Fontos az optimizmus, gyerekek. A fenében nem bírtam elbújni. De nem hiszem el, de legalább megölt. Csoda, hogy ők nem lassulnak, jó. Elfognom mind a hárman, és eddig kilögj a kamerát. Az én vagyok, te. Ők nem tudják, hol vannak még a kamerák. Dehogy nem. Alapít vele. Rosszul tudom? Micsoda? Alapismeretnek kell lenni a pályának. Vigyázz, volt ott valaki! Jó, van egy másik ablak, nem? Nyomjad el még egyszer a Lion Street. Ja, nem vagyok el. Szólj neki. Lion, again. Dúgott, te ledobta. Pedig a fejére céloztam. Bal. Rambó, Ratyi.
Ja, ja, sorry. Jó! Most nem volt chill fejemen. Előre belül. Gratulálok. Jobbra van. Jobb oldal. Shotival lő, nice. Merész vagy bemész. Most lőj! Szép! Nézd meg, azt lelőd Joe engem, most hasonlók, hogy fejelem az ekvény. Joe, ha majdnem olyan jó vagy, mint én. Overtime matchpoint, na, 0-2-ről visszahoztuk. De azért, mert elmennek tőlük az emberek, azt vágod. Na hárman vannak? Igen. Lehozzuk. Tudod, meghozták nekik a... tudod? Pizzát? Nem. Szia Dávid, szia! Fehér és hello. Por. Hát csoda, por, fehér cukor. És por. Csak én nem értem a tetnek a poénjait? Senki se érti, még én se. Az a legjobb ebben. Értem. Szerintem én, ez a kör után én elmentem. Ilyen gyorsan. Én mindig 8-ig vagyok. Éjszakás vagy? Tudod, nem. De haveromnak még lógok. Egy kis 3 órás hottal. Nem tudom, hol kell lemenni, bazd meg! Segítek, Opti, fordulj meg. Meg amúgy most, amit nagyon élek játék, az a volt meg a PUBG, ez a Rainbow. Ez is elmegy, de most valamiért nem megy annyira. Azért vagyok első. Megfordultam. A sok red, az nem jobbra tudom, hogy... Jobbra leugolhatsz. Vissza, ne balra, hol hisz ott le? Deception, hogy mi a neve? Nem tudom. Annyit játszott Opti az ilyen játékokkal, hogy nem volt Rainbow, hogy elszakom a Rainbow. Van egy Valkyr shotgunnal. Joe balra fent kilőtt a kamerát. Most se tudom, hol van a kamerát. Oh. Sárga, fehér oszlop tetején. Kilőtted. Mivel vagy, brazzal? Ha. Figyelj, lyukasztok neked egy lyukat a falra és nézd be. Hát valaki? Kérsz nagyobb lyukat. Ez az. Lője, te. Csíja. Ott van. Jobb oldal. Ott volt. Csá! Ott kéne lefúzolni a hatchen, nem? Lefúzolni? Én azonban nem tudtam leszedni. Már drónlopó. Hát nincs ott senki. Azt a lyukat kihasználhatod, másik oldalra is tudsz vele nézni. Nem jött össze, tesó. Felment a lépcsőn, ugye? Ha jól láttam. Ez nem az Opti. Másik irányban. Ott van veled szembe. Ott van! Optinál van fenn, menjetek be, srácok! Opti letartja a gyereket. Szép! Opti, menj! Nem, hogy letartom, megölöm, bazd meg! Nézi a hatchet, mondom, ott van veled szembe, felnézve, szóval sétál a gyerek. Akkor jól látom, hogy felment a lépcsőn bekábulva.
De a comeback victory, nice! Mert látom, gondolom hallott, hogy fentről fúzolok, mint az állat, hát feljött. Yeah. Hallott, hogy valamit fúzolgatsz. Ezt tudod, egy szobával arrébb robban minden. Na most 38%-ra. 10 és félre! Meg lesz! Meg lesz! Nem lesz meg. Ilyen nincs! Nekem megadta 10 félre. Köszönöm, nem Jányok, igaz. A lehetőséget. Jányok. Én megyek. Elosztak el azt a köztemeccset. Mi köszi? Elmész! Hallod, tenap mondtam, 6-tól 9-ig olyan ember jön, aki tud lenni. Na, te maradjál, amikor behívod Willit, aztán a két meccs után megy dolgozni. De tegnap, na jó, menjél. Szia! Szia! Ó, mi ez ki? Szia! Érdekes. Srácok, bemegyünk egy 2v1 kusztomot? Mi? Nem. Ti ketten Joe-val ellenem. Na nem, inkább el lehet pisilni, aztán... Jó. Aztán mehetünk. Noel vagyok, köszönöm szépen a követést. Mi a szitu? Mi a szitu? Semmi extra, mindjárt megölünk mindenkit, pillanat. Aztán visszagyere. Hogy nyávog a citus? Hú, egyébként Vili, az a 25 sírá, nem csak... sebeztél. A cica észrevette, hogy nem vagyok itt, és befoglalta a széket. Igen? Akkor ja. Mostantól nem Opti fog streamelni, hanem a macska. Így van. Át kell nevezni a csatornára. Nem Opti Gaming, hanem Macska Gaming. Lucifer Gaming. Lucifer Gaming. Akkor már elég lenne a Lucifer nőket. Na srácok, nyomjuk. Lehet jobban lőne. Ó, hát. Így is megy. Oda néz ki. Magyarok ellen full team. Hú, itt gáz lesz. Főleg ha vesztünk. Hát... Egy kicsit várj, beonnanom a VH-t, meg az anyimot. Óha. Az a köszönés már most nem tetszik. Mindegyik úgy köszön, mint egy... Aztán kiderülne, hogy stream sniperek. De az a baj, én ezt nem írhatom, mert benne van a nevemben, hogy Hun. Ön Hungary, please. Nem aha, vagy mi? Igen. Tat English, odaírjam neki. Nem. Az a baj, hogy elkezdenek flémenni, akkor itt balhé lesz. Van egy twinjük. Egy... Hol a twin? Menj már haza. Ide kéne még. Durva lesz. Tehát nézd meg a skinemet. Egyver. Black Eyes, jól látom.
Ari, itt lőj egyet, hogy át lehessen ugrani, létsz. Ide. Így. Kösz, hello. Betrekkeltek el. Jaj, mi lesz velem? Már bent is vannak. Take out the hostiles. Prevent further access to the biohazard container. They've ceased attempting to secure the container. Stop the hostiles from securing the biohazard container. They've ceased attempting to secure the container. Hello, Joe. Wait, none, Joe. Protect the biohazard container. Jön egy pajzsos, itt jönnek ketten is. Hárman. Stop securing the container. They've ceased attempting to secure the container. Hárman jönnek innen, srácok! Seged, de vigyázok ti! Egy knock! Ó, oh, azt kaptam! Nem akarom elszólni magam, de ezek nagyon jó. Mondom. Hátul jön az utolsó. Még egy van. Hátul van még egy? Nem tudom hol van. Ja, onnan jön. Lépcső. Lépcsőről jön. Ott van a lépcsőn. Már hogy a már felületek? Igen, itt van az utolsó, felőlünk. Ennyi. Oh-ho. De négyet szép is volt. Hallod? Úristen. Hogy leszettem már azt a négyet? Hogyhogy nem loptad be a krokkomat? Ez kicsit égés a csapatukra egyébként, mert nem tudom. Elég könnyen kiszedhető volt ott az a montázs. Húha. Honfoglalóból jöttek, azaz. Miért jöttek volna? Ja. Ja, hát nem akarom beírni, hogy... Hát tudod mit? Tehát ha akarod, beírhatod, vagy Joe, te, hogy mit? Benne vannak egyébként a streambe. Nálam nincsen chat. Most írja nekik, hogy ez egy stream. Vagy mit írja? Az kicsit... Hát csak azt, hogy ha nem most beégtek a... Ha. Van mute-juk. Ha beégtek, akkor ezt most a streambe teszitek. Á, az kicsit... Ne süllyedjünk rá a szintükre, szerintem. Jó? Ugyanazt a karaktert hozzák, amit én hoztam, ugyanazt csinálják meg fent. Áááá, basz, beszorultam. Jó, és basz. Nem. 5 tényleg legközelebb bele kellene írni a nevünkbe, hogy Twitch. Csináljunk egy klánt, az lesz a nevünk mögött, hogy twitch.tv és... Vagy a név velünk. Mert meg az is van oldva. Az a baj, hogy az azért nem jó egyébként. Hát ide jönnek trollkodni. Nem? Erre akarsz kiukodni. Hol a kamerát? Mit csinál? Lili? Bolom. Itt kéne bánni. Ahogy a lépcső felől is kéne valakinek mennie, vagyis a hátulról is kéne valakinek mennie szerintem. Elnézek a lépcsőre. Lépcső üresnek tűnik.
Esküszöm, hallottam valami mozgást. Joe, tudsz felezni, amíg berobbantom a hatchet? Vigyázz. Van mira. Felezz, hogy felülről ne lőjenek el. Nem tudom. Ó, nem áll. Tehát meg én maradtunk csak. Igen. A lépcsőnél volt egy ember, azt kilőttem. Gyere vissza. Nagyon elrontottam, mert nem volt helyük tudott bemenni a terembe. Azért mondtam Joe-nak is, hogy lője ki a falat, hogy tudjunk járkálni. Ja. Letartottam azt az egy ajtót és kész. Azonban én lementem a lépcsőn, ott volt egy ember, azt nagy lehezen kilőttem, és utána, hogy jöttem vissza, pont az arcomba kaptam egy grátot. Ha az a grát nem jön fel, akkor nincs semmi gond. Akkor túléled. Ilyen egyszerű. 2-0. Még a gránáttal is csak azért volt baj egyébként, mert az is csak... Még a gránáttal is csak akkor azért volt baj, mert egyébként 4 HP-val értem túl ott lent. Ha nyerünk szerintetek, az kicsit nagy pofájú kérdés lenne, hogy rankedet is így toljátok? 2-es pont így. Szerintem elég, ha csak annyit fejézz, hogy easy, aztán csá. Tudik, kikerülünk valami csoportba. Fentre kéne a reinforce. Valaki jöjjön fel velem? Jövök. Jó. Vagy te. Jó, hogy leugrottam, bocs. Ott. Menj ki a végére, reinforce-od be azt a kettőt, én meg ezt. Ja? Ne a treffet. Ne a hatchet, hanem a végét. De felülről, ha jönnek, nagyon könnyen ki tudnak minket szedni. Az a lényeg. Köszike. Oké, fenn megvan. Boys. Easy. Ezt nem kellett volna, leugrottam. Jó van az. Oda is kéne még hatch. Vagy nem hatch, bocs. Az a baj, sok helyre kell, és ez a legrosszabb egyébként. Már jön neki. Jó, óvatosan. Úr, a szép C4 volt. Pajzsos jön. Shield. Mögötted vigyázzál, Opti. Mögött a fal. Ott egy montázs. Hallod? Hogy lőtt ki? Hogy a viharba tudod kilőni?
attempting to secure the container. Container securing pause. Take out the hostiles. Protect the biohazard container. Hol jött be? Szép. Ketten vannak. Montinál. Jó. Utcsó a Monti, mi? Aha. Igen. Kinyomdítsa. Ő itt a színpad mellett. Értem. Mindez reportom toxiké. Hol a scoreboard? Még a Patrikot ki kell reportolnom. Három ember, úristen. Az a gyerek az nem tudja hol. És megvagy az Alpha Pack, yes! Na. Kinyitjuk. Srácok? Megvárjuk még kinyitja és utána megyünk. Ah, kék. Remélem van jó. Kaptam egy Capcom chibit. Érdekes. Mert? Mert. Jó, elvertük őket egyébként. De csendet ír. Srácok. Igen, meg kajálok közben. Jó. Mivel ez ilyen easy volt, úgy gondoltam mehetek közben. Nekem is kéne valami kaját csinálni. Vagy rendelni. Jó itt vegyet egyébként. Köszönöm szépen. Ben! Köszönöm szépen! Ezt a hajat még múteromtól és fateromtól kaptam. Még gyári. Igen, még gyári. Igen. Majd lehet, hogy eljön az idő, amikor már kell a paróka, de az mivel cinkes, úgyse fogjátok észrevenni. Ez még eredeti. Most nagyon sajnálom egyébként a srácokat. Miért? Hát az értelmiségi szintjük miatt. Addig kéne, akkor mondanám, hogy sajnálom őket, hogyha nem szóltak volna egy árva szót se. De abban a pillanatban, hogy elkezdenek kurva anyázni, azért, mert meghalnak, azért, mert rosszabbul játszanak, abban az adott pillanatban, ezért nem értem. Hát ja. Nekem van nagyon nem adja. Mégse szidom őket. Vagy csak nem jó a gombot. Érdekes. Úgy, recseg ez a szék. Ez is érdekes egyébként. Meg az is, hogy a kavéránk az nem töltött be. Megijesztem a srácot. És betöltött. Látom, meg se kell ijeszteni. Már betöltött. Hallod? Pontosan ahogy mondod, le se tagadhatnák azt, hogy magyarok. Amúgy, ugye a, már szűri a chatet a káromkodás lévén a Batulaj. És kár, hogy a magyar káromkodások nincsenek benne.
Hallod, az kedves társunk mi a faszomat csinál itt már, bocsánat? Egy drón itt volt vele szemben és semmit nem csinált, végignézte. Lehet fanul. Vannak ilyen emberek, sajnos. Tisztára olyanok, mint az előző öt ember. Opti? Kibírod lőni a táskádat? Nekem nem volna mínusz pontot a kilövőn. Vigyázz meg, ott egy önnek kiesz. A kilövőn még mínusz 10 pont. Ó, pajzsos. Montázs. You have been identified. You're exposed. Oh fuck. Bazd meg! Hallod? Ezt még kilőtte a grátomat a levegőbe? Vagy mi volt ez? Vélem, még véletlen kitapasztom a játékba. Friendly, last operator standing. Prevent further access to the biohazard container. Fenébe! A pajzsos nem jön be, meg én sima ész lett volna. Hogy végignézte, hogy a társai meghalnak. Hallod, a grátot pont az arcába dobtam a csávónak, és hamarabb robbant fel. Tús. Ja, mert az impact. Na, hogyha megütközik valamibe, vagy meglövik, akkor de szétlőbb. De pont azt, hogy nem ütközött meg, mert... Akkor szétlőtték. Megnéztem azt a sávot, ahol lövöm, igaz, hogy pici lyuk volt, de akkor is oda dobtam és semmi, és nem repült el odáig. Á, hát ki tudja. MC! Jön a téli beárazás. Az minden olcsó. Miben fogadunk egyébként, hogy megkeresik az adásunkat és jönnek trollkodni? Én arra számítok, hogy az fog következni az elkövetkezendő pár percben. De nem baj, magukat égetik továbbra is. Van egy nyújtjuk. Konyhában vannak. Van egy mirájuk is. Vigyázz, tesó! Az utolsó nem tudom mi. Én csak elszorakozgatom itt fel. Áh. Bazd meg! Let me catch it. Nee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 
Csávó. Köszönöm szépen a követést, Erlőhány. Nem jött fel. Én nem jött fel. Bazd meg! Fuck. Te igen is kicénégyezed? Aha, igen, igen. Mind a kettőnket? Aha. Pont akkor futottam be. Puff, 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 csó! Ott van jobbra, kavéra! Volt. Pont a feje az, nem? Ja nem, bocs, az egy húzás. Az nem halt meg. Nem lehet átlőni ezt a falat? Nem. Ez a knop. Lentről. Friendly last operator standing.
rá személy jött fel. Mely a zene? Tök jó zene. Okay. Csó mindenhol ott van. Így van. Mindenhol is. Ajajajajajaj! Gyanús. Aki a csetet nézed? Ha nálam is megjelenik a tanú. Köszönjük, hogy itt voltál és legalább ki tudtalak tiltani. Ja, bannoltál egy embert? Így van. Azért... MC, én vagyok itt a legnagyobb moderátor, egyébként itt van Joe is. The room. We need to protect the biohazard container. Ilyen emberek is sosem vannak. Ó, másik kariba vagyok, yes. Rátok! Képet húzom. Hoppa. Ide még kéne fal! Falat már nem tudok adni. Örülök, hogy tesztik a stream! Nálam törtek a ablakot. Itt. Óvatosan. Szemből megint jön a montázs. Te állat, hát mit csinálsz? Bejössz ide? Contested. Bazd meg, de ráporáztam, hogy itt van előttem. Várják, bent van a srác. Hol volt? Ott feküdt az ajtó mellett. Nem mondod. Ja! Jó, azt kapta és csak ott feküdt, de durva. Híjjom. Jó, jövök ezzel. Persze, anyázni máshol is szoktak, de... Csak nagyon-nagyon feltűnő az, mikor... Mikor nálunk, tehát már a magyaroknál van ilyen, hogy valaki veszít, és abban a pillanatban elkezd anyázni, mert hogy ez a megoldás. De ez ilyen nagyon-nagyon jellemző. És ezt senki nem tagadhatja. Jól mondod.
legnagyobb baj a való tetve az esetén, hogy egy kliens oldali az ütközés detektálás. Jó gyorsan itt ért a Fallout téma. Hirtelen. Nincsenek lent, és ahol általában szoktak tenni. Jaj, hova megyek? Ha jól látom, ott vannak, ahol mi voltunk. Majd egyszer megtanulom, hogy hol vannak itt a lépcsők egyébként. Pedig most akartam ugrani. Csak most. Havérára vigyázzatok. Bazd meg! Itt van egy alibi. Hostile activity. Securing the container once the threat is neutralized. Ebben a szobában van egy. Hol? Bazd meg a... Hallod, a csávó bent volt! Még ott van. Fekszik, menj ki! Várjál! Szólunk, ha rád megy! Ott van itt bent a fal mögött. Fuck, pont most nem lövök, mikor izé... Ó, a izétől nem láttam, hogy Google, azt hittem még hasonl. Nem vagy. Kell egy ilyen is, egy jó nyereség után. Hát ez van. Ilyen is kell. Persze. Ez egy ilyen nap. Pedig egyébként voltak jobb körök is. Tekkes kérdés szeretne feltenni neked valaki, Opti. Tekkes kérdés? Tegyél fel! Meglátjuk, tudok-e válaszolni. Nem garantálom, de megpróbálkozok vele.
De menő az a Valkyr Elite skin. MC egyébként nem kell izgulni a Fallout 76-nak a hibái miatt. Szerintem azért van a béta, hogy ezeket tudják javítani, hogy kiderüljenek. Persze. Tesztfázis, az mindig kell minden programnak. Így van. Ugye, Joe? We need to protect the biohazard container. Armor! Loptuk. Mindjárt olvastam. De kintre hozok falat, hát elmények van. Gyártam, kéne kéne még! Jó, várj, nem! Ide kéne még fal, srácok, gyorsan! Sok helyre kéne fal. Ha van falad, akkor inkább oda kéne. Joe, van még egy? Ja. Ide légy. Hogyha lőnek, akkor ne lőjenek a fejesbe hátba. Jönnek. Láttam embert egyébként. Leugrik fölöttünk vannak, látom az árnyékokat. Ott mocorolnak. Jobbra futott. Most balra. Ha lejön, meghal. És remélhetőleg. Valaki toxik egy kicsi ezt a játékból. Mindjárt olvasom, mindjárt olvasom. A chat már rég megválaszolta. Hát jó. Csak bólogass. Hát nagyon moszorolna. Úr, te lehet, hogy hátok kéne, hogy figyelj. Egy lejött. Lelőtte, Joe? Ja. Mögötte, Rocky, lelőtte, Joe. Bazd meg, itt volt a drón mellettem. Ott lesz mögötted. Az a baj, szembe is láttam. Bejöttek. Bazd meg! Jön mögött. Tudom, te töltöttem. Olyan hamar kifogy ez a szerencsétlen fegyver. Megadta magát a HDD, és arra lennék kíváncsi, hogy egy 480 gigás SSD-t veszek bele inkább HDD helyett, és arra pakolok mindent, mennyire terhelné meg belassulni tőle. Hát az SSD jobb? Az SSD gyorsabb?
De telepakolni nem szabad, nem jó, nem jó. Semmit sem szabad telepakolni. Igen. Polszor sem, mert leszakad. Százugja legyen Windowsnak, igen. Én ezért nem vettem SSD-t egyébként, máshogy szerintem túl kevés lett volna. Mert az R6 is kitesz magának 80 gigát kb. 250 gigás a minimum, amit venni kell, annál kisebbet nem is szabad venni. Ott volt a Destiny, ugye azt is letöltöttem, ott a PUBG is. Elég sokat foglalni. Egy mostani játék a komolyabb. A gyereket szóval akar felugrani. Valaki pörög. Ott is próbálkozik. Már ott a soroban nem veszik észre. Ki tudja. Van egy fuse-unk? Igen. A fuse ki akarja. Oda kéne még fuse. Ott van leghátul a kis szívét. Jön, már bent is vagy fog. Balhaj. Hát ez nem jött össze. Azt úgy érdemes egyébként, úgy érdemes tényleg, hogy betenni egy mondjuk minimum 250 gigás SSD-t és mellé valami mondjuk egy terás HDD-t. Én legalábbis ezt csinálom. És ez helyre igaz. Miért utálod ezt a játékot? Na szerintem azért, amiért én. Ej, te fiú. Igen, Sigmundnak egyébként igaza, hogy ha játékokat pakolsz rá, akkor 240 gigás vagy 250 gigás az kevés. Hát nézd az R6-ot, az már lassan megvan 100 giga. Hát igen, mellé még felteszel egy WoW-ot. Meg egy PUBG-t, aztán... Tele van. Aztán leló. Várjál, megnézem, hogy mennyit foglal. Mondom. 76 giga jelenleg. Jaj, Strobi, az idét a csapatársakkal van gondod? Láttam, hogy van elérni külön. Kettő körrel ezelőtt. Olyan hangos a játék. 5 seconds and counting. Op 4 has located the biohazard. Ezt még be kéne húzni, srácok. Nincs rá idő. Te töltel az ablakot? Nem. Fogyam! Hallott? Ezt hogy tudod kilőni? Konkrétan nem volt senki az ablak előtt, és lőttem egyébként. Láttatok, hogy senki nem volt az ablaknál, mikor elkezdtem lőni, és konkrétan ő is visszalőtt, és meghaltam.
Mi az, Joe, egyébként pont a másik oldalt van. Mi az, itt lőtt ki. Ott volt, legalábbis most nem, de... Ki tudod húzni? Jó. Ha. Ez honnan? Róla jönni fog egy, ezt tudom. Ott van egyet jelöltem. Jó. Visszamegy. Bazzek, hol most akartam jelölni. Ja, ez lehet, hogy ott van még egyébként. Ott volt? Ja, ez számít rá. Szólunk, ha kijön, egyből. Az a baj, hogy felszedte a társát. Füstölnek. Átfutott szembe! Megöltem. A nézésemmel. Hello. Szép! Elég gagyi, mert lábra lőttem. Látod? Lábra céloztam, de... Nekem volt, hogy a srác nem volt valami profi. Na, ezt ne veszítsük el, srácok. Jövök kapitaóval, de ha senki nem hozza, akkor elviszem a fuse-t inkább. Boksa. Amúgy majd opti küldök egy képet. Ide társalgódba, jó? Jó. Csapassad. Csak úgy. Itt hagyom. Az örökség. Ja, a kamerádat nem szabad hinni. Nyitni Strawberry, hogyha meg vagyunk full csapattal, nincs idióta csapattárs. De szexi a két hátsó kereked, Opi. Fent vannak. A legjobb helyen vannak egyébként. Legyen elálljuk. Biohazard container located. Proceed to its location. Bazd meg! Ha nem mozdulok meg, vigalom! Ott hagyott volna. Júzolni akarsz az ablakon? Mert igen. Nem lövöm be. Úr, sokan vagy. Rossz ablak fel a mély szerint. Gyere, Opti, nézd. Azon az ablakon kéne befiúzolni. Figyeld, mert van kamera, meg lent szeretnek kipussolni. Hú, nincs kamera. Rázunk meg. Reloading!
Hopp, ott állnak ketten. Végeztél, berobbantom az ablakot, jó? Robbantok. Mert! Falon keresztül szednek, hihetetlen. Vagy rosszul láttam? Ja, nem. Honnan lőttek itt titeket? Folyósorra. Melyik oldalról? Jobban? Innen? Nem. Jobb. Onnan. Hallod? Fene, pont. Néztem volna jobbról, az kijön balról. De ezt annyira nem értem egyébként. Lövöm a csávót, lövök oda, hogy... Pedig még nincs is ott, és ugyanúgy eltalál, bazd meg. Ő eltalál engem, én meg nem. Vannak ilyen érdekességek. PUBG-ben ez még viccesebb egyébként, mert tényleg... Azt képzeld el, hogy az ajtó mellett, pont az ajtó mellé elkezdtem lőni, pedig ott se volt. Tudod, ilyen potyára, hát ha esetleg. Aha. És a csávó kijön, és lelő engem, de úgy, hogy közben én nem találtam el. Viszont szerintem már nem megyünk még egyet, igaz? Nem, még egyet nem megyünk, már 52 van. Jó. Ez, ha még egyet beleugrunk még egybe, akkor az sok lesz. Szevasz, Koda, szia! Ja. Ja, az MP5 no recoil, az AK pedig nem az volt fő. Ja, lehet. Hát, nem baj, azért nem volt a mai olyan rossz. 17%, talán holnap meg kapok valami kis pakkot. Ez van, skacok. És volt elejtett képkockám, most nézem. Egy 0,1%, 642 elejtett képkocka. Következő jóló 1 terabyte M2 SSD lesz. Ú, az jó MC, az nagyon durva. Még egy óra és végre mehetek haza. Sigmund, tarts ki, kitartás! Srácok, holnapra egyébként simán lehetne az a terv, hogy az adás felét játsszuk normálisan, úgy, ahogy például ma is, és utána a másik felét pedig szerintem customözhetünk. Nem tudom, Joe, te benne vagy? Az a baj, hogy nem tudom, mikor tudok lenni holnap. Ja, ám ide, akkor Joe-val nyomjuk. Srácok, viszont ha nagyon kevesen leszünk, akkor lehet, hogy random majd be tudtok jönni játszani velünk, és akkor Joe, meg én nyomjuk, és bejöttök. De ez úgyis eldől majd holnap. Jó. Én streamelni tuti nem fogom, nekem az a szünet napom, szóval... Oké. Lehet, hogy beesek 7 körül, vagy már az elejétől ott leszek. Esetleg végig, majd eldöntődik holnapra. Egy tipp, használd ki a második drónt is, mindig jól jön a plusz info. Látod, medály, ha amúgy hívhatlak medálynak, tehát ez így jó, hogy medály. Na egyébként mindig elfelejtem a második drón, tehát ilyen 10 meccsből egyszer jut eszembe, hogy ó, van egy második drónom, most bemehetnék második drónnal, és akkor az úgy király lenne. Egyébként úgy a legópébb, hogyha az első drón nem öleted meg, hanem felveszed, és akkor két drónnal tudsz infózni majd magadnak, hogyha úgy kell menni, hogy valami. Ahogy jól esik. Azt tetszik. Medály, azt írd le nekem, légy szíves, hogy szereted te, mert voltam itt a csatornán, akinek bizonyos nevet mondtam, és akkor mondta, hogy igazából erre is hallgat, de nem ez az, amit szeret. Susu? Igen, Susu, akit egyébként Susu, meg Süsü, és Susunak, vagy hogy? Nem is tudom, mi volt a legelső, amiben... Mondtad, nem? Nem. Volt egy másik, ami ilyen angolosabb mondtam inkább. Hát, na, én már nem emlékszem, rég volt. Viszont én ellépek, srácok. Medá is, jó, de... Médéj, oké. Médéj, oké. Jó éjszakát. Szép estét, sziasztok! Akkor holnap. Akkor holnap, srácok. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Szia Joe, szia Ted. Holnap...
akkor srácok, ennyi volt a szenvedés. Hát, ma nem adta. Még annyira se adta, mint a legeslegelső meccsőt. Nem tudom, mi történt. Holnapra összeszedem magam. Na, köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok, halli.